Köszöntök minden kedves nézőt, én Pereznai Dani vagyok, és F1 2022. Két hónappal a megjelenés előtt elkészíthetem nektek első, a több közül az első F1 2022-es videómat a nagy youtuberekkel együtt. Idén én is megkaptam ezt az elképesztő lehetőséget, amiért nagyon-nagyon hálás vagyok a Codemastersnek, az EA Sportsnak és nektek, hogy ennyien követtetek, hogy erre engem elég megfelelőnek találtak. A mai nap Miami-ban fogunk versenyezni. Sebastian Vettel autójával próbálok a 17. helyről előre törni egy 25%-os versenyen. 10 perces lehet maximum ez a videó, szóval lesz benne néhány vágás, de a legjobb szórakozást kívánom nektek. És hát itt vagyunk a rajtrácson, hamarosan kialszanak a lámpák, és elrajtol a mezőny. Életem első rajtjai közé tartozik ez, szóval még nem vagyok olyan ügyes. A mesterséges intelligencia le is rajtol, mert kipörögtek a kerekeim. Próbálom visszadugni az orrom, de nem mehetek be harmadiknak Norris és Tsunoda mellé. Meg kell elégednem ezzel a pozícióval. Rázókövekkel is vigyázni kell. A pályán már time trial-ben mentem. És hú, nagyon-nagyon érdekes hétvége lesz. Nem egyszerű a pályán a versenyzés, de elképesztően technikás. Az időmérőt nagyon-nagyon komoly teljesítmény lesz bárkinek megnyerni, ugyanis iszonyatosan könnyű hibázni ezekben a nyújtott, gyors kanyarváltásokban. És mindjárt jön a pálya egyik legtechnikásabb része. Norris támadással védekezik. Nem csak Schumacher mellé teszi be, de még csapattársa Ricardo mellé is, és ez a versenynaptár egyik leglassabb része lesz. Ez a rész itt, srácok. Én mielőtt játszottam ezen a pályán, nem sokat néztem róla videókat, szóval nem tudtam, hogy ez ennyire komoly vonalvezetés lesz. Nagyon-nagyon várom itt a Forma 1-et. Próbálunk kívülre kezdeni, és aláfordulni Norrisnak, és aj, de szépen sikerül ez. Meg is dicsért a versenymérnökünk. Kíváncsi vagyok majd a box utcára, ugyanis, srácok, én soha nem voltam még a box utcában, ezen a pályán. Szóval nagyon jó lesz úgy bemenni. Oh, mit fogtunk meg? Ez nem rally autó, szóljanak már neki. Ben vagyunk a szélárnyékban, ő is nyitja a hátsó szárnyat, de mi sokkal közelebb vagyunk hozzá. Ricardo védekezik-e, nem védekezik. Nagyon nehéz itt megtalálni a referenciapontot, de... sikerül az előzés. Mi nagyon agresszívak leszünk ezen a részen. A rázókövekkel. Ez szerintem egy nagyon Leclerc rész lesz itt. Ez Bahrain középső szektor, csak még lassabb módon is Leclerc és Ferrari nagyon szereti ezeket a technikás, puplisabb részeket, ahol nagyon fontos a hátsó tengely stabilitása, kis tempóval a precíz gázadagolás. Verstappen sokszor ezekhez a részekhez például egy túl agresszív versenyző. Szerencsére a flashback be van kapcsolva, majd ha a boxban megyek, lehet, hogy kell használnom. Hát ez Daniel Ricciardo 2.0, micsoda kifékezés. Aha. Gyerekek! Gasly mellé be tudtuk dugni az orrunkat a külső híven. Most visszatámad Gasly. Visszatámad Gasly, körbe autóztuk, de most ő jön a lendületbe, és nem tudok vele mit kezdeni.
Micsoda csata ez Gaslyval. Megpróbálom visszatámadni még itt az első szektor előtt. Gasly kicsit irányt váltott féktávon, de beteszem mellé, óriási a csata a franciával. Azt a mindenit! De komoly volt ez! Mindjárt ránézek a gumihőmérsékletekre. Ezen a pályán nem nagyon lehet túlmelegíteni, még a lágyakat sem. Alonso, ne haragudjál, barátom, csak... Kijövök a boxba, Bottasszal. Milyen box utca ez? Elsőre, hogy eltaláltuk? Azért jöttem ki a boxba, mert jött valaki más, itt kell menni. Aha! Hogy manuálisan kell befordulni a box utcába, én ezt nem is tudtam, olvastam róla, de... Hú, és most idegek a gumik. Hány fokosak? 70! Szerévágás az... Nem lesz egy egyszerű feladat így. Lehet, hogy a mögévágás működik majd jobban. Itt ki fogjuk kerülni DRS-sel. Közeledünk a szélárnyékkal. Hú, ott az egészen közel tol minket a falhoz. És már 9-ek vagyunk. Sok üzemanyagot hoztam, nagyon. Könnyebb kocsival még jobb lenne. Hú, mennyire jól gyorsított ki, itt kellett volna megelőznöm. Nem venném zokon, ha nem előznél meg, drága okon. Na, egyes kanyar. Feltartásból előtt fékezünk. Pálya közepén tartjuk az autót, magas minimum tempót tartunk fent, és sárga zászló. Valószínűleg azért, mert ők is ilyen bátran közel mennek a falakhoz, mint én. Lehet nekem sem kéne beszélni, hanem elkapni Hamiltont, aki vagy hibázhatott, vagy balesetbe keveredhetett a... csatában. Itt szerintem a pályahatárokat is majd nagyon figyelni fogják. Próbáljuk meg megelőzni a Hamiltont. Messziről jöttünk, mint Manuel, de... közeledünk nagyon-nagyon-nagyon, főleg, hogy nyomom az ezt. Nem tudok kigyorsítani úgy. Nagyon remélem, hogy tetszett ez a videó. És megnyomjátok ennek jeléül a teljesen ingyenes, mindössze egy másodpercet igénybe vevő lájkot. És feliratkoztok a csatornámra,
találkozunk egy következő élő adásban vagy videóban. Hogy örülnek oda nézetek? Új animáció, új! A Sergio!